Erre Ivi Krisztina közben elkészült nekünk a palacsintákkal. Gondolom, hogy Tamara is kivette a részét abszolút ebből. Igen, segített. Minden. A klasszikus amerikai palacsintára is rápakoltunk bármit, és ettől működik a... Igen. Az ebédünk, a vacsoránk, a 10 óraink? Annyit tudni kell róla, hogy a titok az az, hogy a tészta az egy semleges ízvilágú tészta legyen, tehát nem rakunk bele sok cukrot. De az amerikai palacsintáról tudjuk azt, hogy sőt, nem csak a palacsintájukról, a kenyerükről, és hogy minden egy picit édeskés. Akkor erre a tésztára is igaz ez, hogy egy picit édeskés? Egy picit édeskés, de éppen ugyanannyi sót szoktam beletenni, mint amennyi cukrot, hogy egyensúlyban legyen a tészta. Milyen ízvilágot látunk? Itt azt látom, hogy ez talán egy körözött. Igen, az egy körözött. Az egy magyaros körözött, akkor az amerikai palacsintánkon. Itt van akkor egy lazac, egy füstölt lazacos. Ez mit tud ez a fehér kés? Az egy bazsalikomos fokhagymás túrókrém. Igen, és akkor itt van egy kis sonkánk. Az pedig egy sonkás fokhagymás joghurt. És én ebbe szeretnék belekóstolni, ez túrós, ugye? Az túrós, igen, kókusz van benne, illetve a tésztának... Mitől lett barna a tésztája? Igen, a tésztának egy részét kivettem. Biztos, hogy nem. De mondjuk amúgy sem. Josinak ígértem, ő mondta, hogy neki kell a barna tészta. Azért, mert neki barna bőre van. Nem. Én nekem is. Ezt így. Tehát a tésztának egy részét kivettem, és kevertem bele egy kis kakaóport, ettől lesz kakaós. Akkor viszont ez édes, ja nem biztos, hogy édeskés lehet, hogy csak A túrókrém az édes. Még egyébként, aki édesebben szereti, lehet rá mézet csurgatni. Nagyon jó. Én tovább kóstolom. Most akkor a bazsalikomos jön. Ez egy bazsalikomos, citromos. Az a legjobb eddig. Arany mosolyt tette. Magyarost meghagyom utoljára. Beleszem akkor a tiédbe. Ez egy banános és egy levendulás mézet csúrgattam rá. Szépen egy ilyen. És akkor még ott van a lazacos is. Igen, és a sonkás. Ezt elteszem magamnak. Ezt mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elhoztad hozzánk és megmutattad, valamint én még akkor ezt is elteszem. Vérverejtékes munkám. Ezt is elteszem magamnak, meg ezt is elteszem magamnak, meg ezt is elteszem magamnak. És van vendégünk, Párkonyi Andi. Tudom, de én a Andinak nagyon szeretnék vigyázni az alakjára, úgyhogy én most nem adok neki palacsintát. Nem vagy jó fej. Ezt magamnak eltettem, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm.